Tisztelt Országgyűlés! Megkezdjük munkánkat! Köszöntöm a jelenlévő képviselőket és mindenkit, aki figyelemmel kíséri a munkánkat. Az Országgyűlés nyári rendkívüli ülésszakának 5. ülésnapját megnyitom. Tájékoztatom önöket, hogy az ülés vezetésében Tiba István és Lenhardt Balázs jegyzőurak lesznek segítségemre. Tisztelt Országgyűlés, a mai napon napirend előtti felszólalásra jelentkezett Orbán Viktor miniszterelnök úr Erős Európa, Erős Magyarország címmel. Megadom a szót miniszterelnök úrnak, parancsoljon. Mélyen tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Múlt hét második felében az Európai Unió miniszterelnökeinek tanácsa összeült és döntéseket hozott. Alkotmányos szokásainkat követve, ilyenkor a miniszterelnök beszámol a tisztelt háznak a miniszterelnökök találkozóján történtekről. A legfontosabb kérdések, amelyekben döntések születtek, a következők. Gazdasági kormányzás, európai szemeszter, roma stratégia, Duna stratégia, illetve Horvátország európai uniós tagsága. Ezen az ülésen értékelték a 6 hónapig tartó magyar elnökséget is, és kivétel nélkül kiválónak minősítették hazánk teljesítményét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ezért engedjék meg, hogy most az egész magyar elnökséggel összefüggésben tájékoztassam önöket a történtekről. Miközben gratuláltak Magyarországnak az elnökség során végzett remek munkáért, többen is megkérdezték, hogy miben áll a sikerünk titka. Európa ugyanis arról beszél, ezt mindannyian tudjuk, itt ebben a házban sem titok, hogy a magyar elnökség kifejezetten a legnehezebb feladatokat választotta ki, illesztette programjába, és vállalta magára. Vállalta, hogy a legnehezebb és legfontosabb témákban fogunk óriási erőfeszítéseket tenni, azzal a céllal, hogy erősebbé tegyük az Európai Uniót. Munkánk megkezdése előtt sokan kételkedtek abban, hogy Magyarország képes-e egyáltalán eleget tenni feladatának. Emlékezzünk pontosan. Tavaly ősszel még volt olyan magyar, európai parlamenti képviselő, aki azzal kürtölte tele a világot, hogy kétségek merültek fel, alkalmasak vagyunk-e egyáltalán az Európai Unió soros elnöki tisztének betöltésére. Ma ugyanezek a személyek, ugyanez a párt kénytelen elismerni Magyarország teljesítményét. Mi tehát a siker titka? Tisztelt Hölgyeim és Uraim, semmilyen titok nincs, ami van, az munka, fel nem adott küzdelem, kitartás és önbecsülés. A magyar elnökség teljes programjának és mögöttes szellemiségének is legfontosabb üzenete, hogy a pesszimizmussal, a kiábrándultsággal, a kishitűséggel és a lemondással szemben ellen kell állni, és fel kell venni a küzdelmet. Az a titok, hogy nincs titok, Magyarország egyszerűen csak tette a dolgát. Megértettük és felismertük, hogy hazánk és az Európai Unió előtt álló problémák hasonló természetűek. Megértettük, hogy a válságot nem lehet a régi eszközökkel kezelni, új típusú megoldásokra és gazdasági fordulatra van szükség. Megértettük, hogy a részmegoldások nem vezetnek eredményre, ezért ahogy Magyarországot, úgy Európát is át kell szervezni és meg kell újítani. Megértettük, hogy többé nem lehet visszatérni a válság előtti állapotokhoz, nem élhetünk úgy többé sehol Európában, mint ahogy azt korábban tettük. A titok, tisztelt Hölgyeim és Uraim, abban áll, hogy Magyarország szembe találva magát a problémák sokaságával és gigászi méretével nem hátrált meg, hanem tette a dolgát. Ez csak azért sikerülhetett, mert a magyar kormány nem elméleti recepteket kínált Európának,
hanem az ország megújításával gyakorlati, kézzelfogható és működő példát mutatott Európának. Azzal a felfogással, ahogy az utóbbi hónapokban megújítottuk Magyarországot, két nagyon egyszerű és józan tanácsot fogalmaztunk meg az egész kontinens számára. Először is merjünk magunk lenni, másodszor pedig ne hagyjuk, hogy mások mondják meg, kik vagyunk és mit tegyünk. Tisztelt képviselőtársaim! Európa tulajdonképpen azért tudakolja a siker titkát, mert válságban van. Kétségtelen, hogy a világ gyökeresen megváltozott körülöttünk. 2001 után a konkrét fizikai biztonságunkba vetett hitünk ingott meg jelentősen, 2008 ősze pedig a nyugati világ gazdaságának rég nem látott mértékű válságát és néhány helyen összeomlását hozta el. Okunk így az új évtized elején tehát éppen lehetne is arra, hogy elbizonytalanodjunk, hogy a kételjeinknek teret engedjünk. A világ most az újra rendeződés folyamatában van. Nem látni még tisztán, hogy kire, milyen szerep vár a következő évtizedekben. Az ilyen átmeneti időszakokban mindig termékeny talajra hullik a pesszimizmus, nem kíván különösebb erőfeszítést a vészharangok kongatása. Ezért is tűztük ki célul az erős Európát. Nem csak azt, hogy ne legyünk gyengébbek, hanem azt, hogy erősödjünk. Ez a jelszó számunkra azt jelentette, hogy kiállunk Európáért, kiállunk közös értékeinkért és közös vívmányainkért. Most, amikor néhány nap múlva véget ért a soros elnöki megbizatásunk, eljött a számvetés ideje, és ezt még többször, több helyütt meg is fogjuk tenni. Annyit már most mondhatunk, hogy rendkívüli időszakban jutott nekünk az elnökségi feladat, rendkívüli helyzeteket kellett megoldanunk, de mindezek ellenére sikerült helytállni. A tervezett, előre meghatározott programunk középpontjában az Európát sújtó gazdasági válság hatásainak kezelése és a jövőbeni hasonló válságok elkerülése érdekében tett erőfeszítések álltak. Az eredmények önmagukért beszélnek ezen a területen. A gazdasági kormányzás ügyét elvittük az áttörésig. Az Európai Tanács és a parlament közötti vitában a miniszterelnökök által benyújtott törvénycsomaghoz a parlament részéről 2021 néhány módosító indítvány érkezett, amely 2021 néhány módosító indítványt egy kivételével mind kezelni tudtuk, mindegyikről megállapodást kötöttünk. Már csak egyetlen kérdésben maradt fönn vita, és úgy látom, hogy a következő néhány hétben ez is rendeződni fog. Fél évvel ezelőtt az Európai Uniónak nem volt kidolgozott mechanizmusa a válságkezelésre. Létrehoztuk tehát a gazdasági kormányzás alapjait, és a hat jogszabály, amiről beszéltem, lehetővé teszi, hogy megerősítsük az európai gazdaságot. A jövőt fenyegető további válságok elleni harcban fontos fegyvere lett az Európai Uniónak az európai szemeszter, amelyet a magyar elnökség alatt vezettünk be, és használtunk sikerrel először. Az egyes országoknak szóló ajánlások elkészültek, és reményeink szerint ezek alapján a tagállamok még időben előzetes módon korrigálhatják a következő évi költségvetési javaslataikat is, ideértve Magyarországot is. Nem engedjük többé, hogy a jövőben ránk leselkedő újabb válságok jégeső módjára elverjék a közös termést, ezért a gazdasági kormányzásnak része a gazdasági válságok megelőzésének rendszere is. Tisztelt Ház! A kiemelt céljaink között szerepelt, hogy lezárjuk a csatlakozási tárgyalásokat június végéig Horvátországgal. Ez megtörtént. A magyar elnökség és az Európai Bizottság értékelése szerint Horvátország a meghatározott feladatokat megfelelő színvonalon teljesítette. Ezt a sikeres csatlakozási folyamatot nem csupán egyetlen ország integrációjaként érdemes szemlélnünk, hanem egy egész, az európai újraegyesítésből eddig kimaradt régió, a Nyugat-Balkán sikeres stabilizálása irányába tett, nagyon fontos első lépésként. Ezt a küldetést, vagyis a többi Nyugat-Balkánon elhelyezkedő ország Európai Uniós integrációjának elősegítését az elnökség után is folytatnia kell Magyarországnak. Ki más, ha nem mi magyarok képviselhetnénk meghatározó erővel ezt a kérdést az európai szintereken. Meggyőződésünk, hogy Európa csak úgy lehet erős, ha nem maradnak ki enklávészerű,
tagállamokkal körbezárt területek az integráció folyamatából. Örülünk, hogy a magyar elnökség intenzív közbenjárásával még a tavasz folyamán sikerült megfordítanunk a tagállami hangulatot, és legyőztük azt, amit Brüsszelben úgy hívnak, hogy bővítési fáradtság. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nem szabad megfeledkeznünk a már csatlakozott, de fontos uniós szabadságokban még nem korlátlanul osztozó tagállamainkról sem. A határok szabad átjárhatósága ebben a régióban nekünk, magyaroknak különösen fontos. Az ellenőrzések megszüntetése a praktikus hasznokon túl megerősíti a magyar nemzet határokon átívelő újraegyesítésének ügyét. Ezért is különösen fontos elnökségi eredményünknek tartom, hogy Románia és Bulgária kapcsán a tagállamok egyhangúan kimondták, a két ország technikailag felkészült a csatlakozásra. Itt is érdemes számot vetnünk,